miért van az, hogy az Orbán tényleg nem ment el nyáron szabadságra. Most az, hogy lement néhány napra az Adriára, az, az nem... Az szokott. a gulyáságyú médiának milyen jót tett. Igen, így van. Meg az ellenzéknek is. Meg, meg az Ungár Péternek a vérnyomásának is. Igen, igen. A, hogy, hogy, van egy faszi, aki, a, tulajdonképpen, mert az országnak is neki is jót volna a három hétre elmegy egy kicsit pihenni, szerintem és gondolkodni. Ő tulajdonképpen az egész nyarat végig kecső ez a pacák. Hogy ott volt mindenütt, hogy gondoljunk csak bele, hogy hány alkalom volt, ahol ő egyébként Ilyen. nem szokott megjelenni. Tehát a Transziton, a MCC-n, a nem tudom én hol, hát a fürdő az van, meg kötse az van, de ennél sokkal-sokkal több dolog volt. Augusztus 20-án itt volt az összes keleti diktátor fönn az erkélyen, tehát hogy egy hogy, hogy tartja a frontot. Észak-Korea nem volt itt. észak nem, nem, azok nem utaz, az a vonattal Vonat nem és talán ezért. De hogy, hogy, hogy egész nyárat végig, mert látja, hogy baj van. Ugyan. Tehát érzékeli, hogy azok a részben általuk, nem csak általuk teremtett feszültségek, amit az infláció, a reáljövedelem csökkenés, az egy éve tartó gazdasági lepusztulás, a lehetetlen társadalom politikai helyzet, bárhova nézünk tényleg, most már nincs olyan terület, ahol nem a lepusztuló önkormányzatok, az iskola, lehet sok mindent mondani, mit gondolnak erről a pedagógusok, de tényleg szarhelyzben van az oktatás, az egészségügy tényleg borzasztó ö, 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 állapotban van, és lassan a magánegészségügy is, már sincs orvos, tehát most Igen. már ott tartunk, hogy, hogy pénzért se kapsz meg bizonyos szolgáltatásokat. És a pacák persze nem csinál semmit annak érdekében, hogy változzon, de érzi, hogy át kell venni az irányítást, nem lehet kihagyni a nyarat. Közben az ellenzéki politikusok, mintha nem lennének. Elment mind nyaralni. A fantasztikus Gyurcsány Ferenc lement köcsére gondolkodni. Hát ezt nem, én ezt nagyon nagyon értékelem. A többiekről azt se tudjuk, hogy hol voltak. Tehát miközben a pénz nélkül, ugye mind a ketten csináltunk kampányokat, pénz akinek nincs pénze, az Előbb indul. Az egyetlen lehetősége, hogy akkor, amikor még nincs kampány, akkor berobban, amikor politikai értelemben üresebb a terület, akkor megpróbálja kitölteni ezt. Tehát, ha valamikor építkezni lehetett volna, az pontosan ez a nyár. Ugye most már csak kilenc hónap múlva lesznek ezek a választások. Kilenc hónap, egy pont egy unoka időszaka. Most ehhez képest. Lógják meg teljesen ezt az időszakot az ellenzéki pártok. Ö, ugye ö, valaki, ugye a Molnár Zsolt kavar a Balaton körül, hogy adjuk vissza a Balatont. A nem tudom én ki kicsit több zöldet, a másik közlevényeket ad kellene. De semmilyen érzékelhető teljesítmény nincs tematizálás. És mi volt az André, Az, amit tegnap elmondtál? Mi volt az Antlé? Megjelentek, és elkezdték egymást, elküldeni S, a igen, a a, Ami van, Ami van, az tényleg az, hogy a hatházi elküldi a, a jó édesanyjába szó szerint most az egyszer. Az Ungár Péter, az Ungár Péter ahelyett, hogy hallgatna erről, mert igazából ő csinál belőle ügyet, mert tovább léphetett volna. Ugye ebből van. De mi a tételmondat? A tételmondat az, hogyha az ellenzék nem képes arra, és úgy látom, hogy nem képes arra, hogy tematizáljon, hogy az élére álljon, hogy ő mondja meg, és ez csak részben nyelvi probléma, most megjelen néhány nagy dolgozat arról, hogy tulajdonképpen nyelvi kérdésről van szó, szerintem Is. nem, de, de a, 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 nyelv, a nyelv hiány, a szavak, a fogalmak hiánya jellemző, tehát ez egy következmény, nem oknak, ok okozatnak látom ebben az értelme. De kétségtelen, hogy az ellenzéki politikusok úgy beszélnek, Jó, mint én az két, én két dolgot szeretnék erre mondani, reflektálok hogy um, én még éltem akkor, amikor volt egy olyan mondás, hogy Lukat beszél a hasadba.